László Imre képviselő úr, a Demokratikus Koalíció képviselője következik. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Őszintén be kell vallanom önöknek, hogy évek óta abba reménykedem, hogy a kormány egyszer felismeri az emberekről történő gondoskodás, a betegellátás fontosságát, és nem csak beszél róla, de tesz is annak érdekébe. Például olyan költségvetéssel, amely megteremti a feltételeit az idősekről történő gondoskodásnak, és egy jelenleginél hatékonyabb gyógyító munkának. Sajnálatos, de igen érdekes megállapításokra juthatunk, ha ezt a 2019 évi költségvetés tervezetet a 10 évvel ezelőtti, azaz a 2009 évi megszorító költségvetéssel vetjük össze. Csak csendbe jegyezném meg, mert ezt önöktől nagyon ritkán lehet hallani, hogy a 2008-2009-es évek a gazdasági világválság évei voltak, amely miatt az állami költségvetésben is megszorító intézkedésekre volt szükség. Formabontó módon, tehát egy megszorításokat tartalmazó 2009-es költségvetés és egy jól prosperáló gazdasággal működő ország tervezett 2019-es költségvetése kerül összevetésre. A 2009. évi zárszámadási törvény és a beterjesztett 2019-es törvényjavaslat adatai alapján a kormány prioritásait tükrözve a jövő évben nő az általános közösségi szolgáltatások, a védelem, a rendvédelem, a szórakoztató kulturális és vallási tevékenység, a gazdasági funkciók és a funkcióba nem sorolható tevékenységek kiadásának hányada. Ezzel szembe csökken, és elnézést kérek önöktől, de itt számokat idézek, mégpedig a 2009 és 2017 relációjában, mégpedig 11,7%-ról 10,2%-ra az oktatásra, 9,2%-ról 8,6%-ra az egészségügyre, 34,3%-ról 28,5%-ra a társadalombiztosítás és jóléti szolgáltatásokra, illetve 3,6%-ról 3,2%-ra a lakásügyre fordítható kiadások aránya. Ez az utóbbi négy területnek a részesedési aránya a 2009-es költségvetésben szereplő 58,8%-ról 2019-re várhatóan 50,5%-ra csökken. Ha ennek a két évnek az adatait a GDP százalékába mérve hasonlítjuk össze, akkor látható, hogy 2019-re az e-alap természetbeni ellátásai fordított kiadásai, ahol a gyógyító megelőző ellátások szerepelnek tételesen, 4,26%-ról 3,99%-ra mérséklődnek, és a nyugellátások aránya 8,36%-ról 7,85%-ra csökken. Így már az első megközelítésben is világos, hogy az egészségügy vonatkozásában ez a 2019 évi költségvetési törvényjavaslat az uniós források eredményeként növekvő gazdasági fejlődés ellenére még csak nem is a szinten tartás, hanem bizony, tisztelt képviselőtársaim, a megszorítások költségvetése. Holott semmi sem indokolja ezt a megszorítást, hiszen a gazdaság jól teljesít, aminek lendülete az önök optimista prognózisa szerint az elkövetkezendő években sem fog megtörni. Így a törvényjavaslat szöveges indoklását, amely az egészségügy fejlesztéséről és a nyugdíjak értékének megőrzéséről szól, légből kapottnak és minden valós alapot nélkülözőnek kell minősíteni. Engedjék meg, hogy a keresetek és a nyugdíjak vonatkozásában is tegyek néhány megállapítást. Mint ismeretes, a bérek éves átlagos 10-12%-os növekedése mellett a nyugdíjak értéke, mint ismert, csupán az infláció mértékében emelkedett. Ezért a 2012. január 1-jét, ugye ekkor került bevezetésre a szociális hozzájárulási adó, a nyugdíjakra fordított kiadások is drasztikusan csökkentek, és napjainkban tovább csökkennek.
2012 és 2017 között a nyugellátások kiadása a GDP százalékában 10,8%-ról 9,4%-ra esett vissza, azaz 1,4%-ponttal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a nettó átlagkeresetek arányába 67%-ról 58,3%-ra mérséklődött a KSH adatai alapján a nyugdíjak átlagos értéke. 2017 és 2019 között ezek az értékek tovább romlottak, nevezetesen a GDP százalékába kifejezve 7,85%-ra, a nettó keresetek arányába pedig 51,1%-ra. Tehát 2012 és 2019 között a nyugdíjbiztosítási alap kiadása a GDP százalékában 3%-ponttal mérséklődött, ami óriási csökkenés, míg a nettó keresetek arányába 16%-ponttal. A keresetek és a nyugdíjak között ezért ez a bizonyos olló nagyon gyorsan és kezd nagyon szélesre nyílni. Csak a 2015-höz viszonyítva, 2018-ban az átlagkeresetek 35%-kal, a nyugdíjak viszont csak 3%-kal emelkedtek. Ha ez így megy tovább, a nyugdíjak teljesen elveszítik az értéküket. Hadd térjek ki az én szűkebb területemre, tehát az egészségügyre. Tekintettel arra, hogy a 2016. év az utolsó lezárt év, paradox módon a költségvetés beterjesztése mintegy fél évvel előzi meg a zárszármadási törvény beteljesítését. Így a 2017 vonatkozásában gyakorlatilag semmilyen adattal pillanatnyilag nem rendelkezünk, ezért ez az átláthatóságát nem kismértékben csökkenti a dolgoknak. Tehát tekintettel arra, hogy a 2016. év az utolsó lezárt év, ezért kizárólag csak az általános megállapítások szempontjából ennek az évnek az adatait kívánom összevetni a 2019-re tervezett mutatószámokkal. Ennek tükrében a természetesnek mondható nominális növekedések mellett a GDP arányába mérve minden kiadási előirányzat csökkenése állapítható meg. Az E alap költségvetésében a természetbeni ellátások kiadásai 2016-ban a GDP 4,3%-át érték el, míg a 2019-es javaslat ezzel szemben 3,95%-kal számol. Így tehát nem növekedésről, hanem bizony csökkenésről kell beszélnünk. Mindhárom tétel, a gyógyító megelőző ellátások, gyógyszertámogatások és a segédeszközök támogatása egyaránt csökkenő GDP százalék mellett található meg a tervezetben. A központi költségvetésben látható intézményi költségvetések, a gyógyító megelőző szakellátás intézményei nélkül fejlesztések, alapítványok támogatása a GDP 0,37%-áról, a GDP 0,32%-ára esnek vissza. De nézzük meg azt is, immáron a részletek irányába is kibontva az egészségügy tervezett költségvetését, hogy miként viszonyulnak egymáshoz a 2018 és 19-es évek költségvetésének adatai. Ezt megelőzően azonban szeretném hangsúlyozni, miként ez számtalanszor is tapasztalható a felszólalások alkalmával, hogy az egyes időszakok adatainak összevetésekor figyelmen kívül hagyják az infláció tényét, és így értelemszerűen meghamisítják a végeredményt. Lazán 2010-es adatokat hasonlítanak össze 18 és 19 adataival, holott nagyon jól tudjuk, hogy reál értékben ez az összehasonlítás nagyon-nagyon nem állja meg a helyét. Hadd mondjam el önöknek, egy nemzetközi kutatásban és nemzetközi intézmények munkájában jártas egyetemi tanár tavaly nyári előadásában, aki kifejezetten egészségügyi statisztikával foglalkozott, mutatta be azt, hogy a 2016 évi egészségügyi költségvetés reál értékben nem éri el a 2006 évi
támogatásnak a színvonalát. Röpködnek a milliárd forintok, de az igazság pillanata, tisztelt hölgyeim és uraim, akkor jön el, amikor egyfőre vetítve egy évben nézzük meg azt, hogy egy adott állam mennyit költ egészségügy címén. És itt már komoly problémák vannak, hiszen teljesen egyértelmű, a WHO, az Eurostat és az OECD adatai alapján Magyarország a sereghajtók közé tartozik ebben a tekintetben, hiszen az EU-s átlag felét sem költi a magyar dolgozók egészségének megőrzésére vagy helyreállítására. De azért nézzünk néhány számadatot, ami a költségvetésben szerepel. 1740 milliárd forint szerepel a 2018-as költségvetésben a betegellátás szempontjából fontos természetbeni ellátások soron. 2018-as 1633 milliárd forinttal szemben. A kettő között egy egyszerű matematikai művelettel 107 milliárd forint különbség mutatható ki, óriási összeg. Azonban, tisztelt képviselőtársaim, ha az infláció hatás figyelembe vesszük, azaz reálértéken számolunk, a két összeg közötti valós különbség már is 53 milliárd forintra csökken. Ha emellett figyelembe vesszük a kórházi adósságok évente 60-80 milliárdos nagyságát, a béremeléseket, illetve az egészséges Budapest program tervezett 40 milliárd forintos kiadását, akkor már is mínuszba vagyunk az adott és vizsgált területen. 2019-ben, szigorúan 2018-hoz viszonyítva, egyértelműen kevesebb fog jutni a védőnői szolgáltatások, anya, gyermek és ifjúságvédelemre, nem tudom, hogy hol a családprogram, az otthoni szakápolásra, a betegszállításra és a művesek kezelésre. Közel felére csökkennek a gyógyító megelőző ellátás célelőirányzatai, és nehezen értelmezhető módon az alapellátás és népegészségügy fejlesztésére fordítható források is. Nem mehetünk el nyugodtan az alapellátásra és annak ügyeleti ellátására fordítható összegek mellett sem, hiszen a terület feszítő gondjai napról napra növekednek. Jelen pillanatban 309 háziorvosi praxis, 229 fogorvosi praxis feltöltetlen tartósan, fél év óta nincs orvos ezekben a praxisokban, és nem történik hathatós intézkedés annak érdekében, hogy az alapellátással kapcsolatos gondokat a kormány megállítsa. Szeretném önöknek elmondani azt az alaptézist, axiómát, ami az egészségügy berkeiben meghatározó. Nem lehet ott normális és jó, megbízható egészségügyi ellátás, ahol az alapellátás nem működik rendesen. Mindezek alapján, tisztelt hölgyeim és uraim, ki kell mondanom, a 2019 évi költségvetés a toporgás, a lemondás és a bizonytalanság költségvetése. A keserű ébredés költségvetése. Búcsú a növekedéstől és az európai életszínvonaltól, a hétköznapi élet biztonságától. Az Orbán kormány 9. évében Magyarországot kisemmizték, milliók élnek majd rosszabbul, nőni fog a szegénység, és újabb tízezer kivándorlása várható. Távolodunk az európai, sőt, a környező országok béreitől, a javuló életszínvonaltól. Az Orbán kormány virágzást hazudott, de súlyos megszorítások következnek. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen.